A szeptember végi esemény már a 8. családi nap volt az Eötvös József katolikus óvoda életében, mely mind a gyerekek, mind a szülők körében az egyik kedvenc programnak számít. Mint mondták, a rendezvény célja éppen az, hogy minőségi időt töltsenek együtt az idejáró gyerekek és szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik, hozzátartozóik. Ebben az óvodában nagyon fontos minden olyan program, ami az összetartozásról, az együttlétről szól, és már most a harmadik alkalommal vagyunk mi is itt a családdal. Rengeteg olyan lehetőség van, amiben együtt tudunk a gyerekekkel játszani, különböző tevékenységeket folytatni, és úgy gondolom, hogy ilyenkor az óvónőkkel, a dajkákkal, illetve a más szülőkkel együtt töltött idővel megismerjük jobban egymást, és tényleg a gyerekekkel is tudunk olyan dolgokat csinálni, amit egyébként nem biztos itt az óvoda keretein belül. Az óvoda vezetője Szőke Molnár Csilla elmondta, hogy a programok sorát egy színházi előadással kezdték, melynek a végén a résztvevők együtt táncolhattak. Az Egy Szív, Egy Lélek 8. családi napunkat rendeztük meg most meg ezen a napon. Minőségi idő együttöltésére hívjuk fel a figyelmet ezáltal a családokban. Egy színházzal kezdtük a mai napon. Itt is a szülő a gyermekével, vagy esetleg a nagyszülő, keresztszülők, nagynénik, nagybácsik jöhettek el ezen alkalommal, és egy színházi előadást tekinthettek meg, a végén együtt táncolhattak. Ezt követően is sokszínes programmal kedveskedtek a gyerekeknek és vendégeiknek, kipróbálhatták az ugrálóvárat, a csillámtetoválásokat, gyertyaöntést, népi fajátékokat, barkácsolást, az óvoda dolgozói pedig a szülőkkel közösen süteményekkel készültek. Mottójuknak a következő versikét választották, piros alma dekerek, kóstoljuk meg gyerekek. Lelos bácival látszottam, meg hogy fészekhintástam. Meg ugláló választam meg, hogy veszthettem meg csillámpetoválás. Neked köszönöm szépen. Mi tetszett neked a legjobban? Miket csináltál eddig? Tudtam, tordáltam, intáltam, jöttem a intát. A délutánt végül Pillár Napsugár kutyás bemutatója zárta, mely után a gyerekek meg is simogathatták a rendkívül tehetséges négylábúakat.